Hello, hello, szia! Csodaszép estét, reggelt, napot, bármikor is nézed ezt a videót. Nálam, amikor ezt a live-ot készítem, akkor éppen már este van. Ma, hétfőn, 2021. július 12-én, és a mai nap egy kicsit a korrekcióról szól, ami az elmúlt hét viszonylagos altcoin emelkedését követően annyira nem különös, hogy megtörténik, úgyhogy erre számíthattunk. Most megtapasztaljuk ezt a kis korrekciót, közben megvolt a hangteszt, ez ilyenkor fontos, mert volt, hogy már háromszor csinálta meg a videót, és nem volt hang, csak a harmadiknál. Örülök, hogy itt vagytok, köszöntök mindenkit, Denkler Miklós vagyok, naponta elhozom nektek a legfontosabb kriptohíreket, hogy minél inkább edukáltabbak, otthon legyetek, meglegyen a megfelelő információtok, és ezt mind a saját hasznodra tud váltani. Nézzük meg a kedvenc buborékos csártunkat, képernyő megosztást indul. Nem nagyon fogunk zöldet látni, még délután, amikor csináltam angolul a videót, akkor volt pár zöld, most már azok is bepirosodtak. Az OMI és az OKX token van egyelőre zöldbe, az összes többi pirosban van, nem is kevés, van amelyik 5-10%-os mínuszban, de ugye tudjuk például, hogy a KuCoin token, meg a Axie Infinity, meg pár egyéb token, például az EOS rendkívüli módon rallizott ugye az elmúlt héten, és ugye ilyenkor az nem csoda, hogyha ilyenkor visszaadnak, korrigálnak egy keveset. Nézzük meg, hogy hogyan néz ki a kripto félelem és mohóság indexünk. Bocsánat, az nem ez, igen. Ez a dollár átlagáros vásárlás volt, másik kedvencünk. Jelenleg 25-öt mutat, extrém félelemben vagyunk. Tegnap egyébként még nagyobb félelemben voltunk, 20-at mutatott tegnap az index, úgyhogy valamennyi emelkedett, de látszik, hogy teljesen egy ilyen lapos, és körülbelül ugye 50 napja a maga a 10 és körülbelül a 30 között töltjük, és ugye 25-ig extrém félelem van, szóval az elmúlt 50 napot jóformán teljesen az extrém félelembe töltöttem, és mint ugye tudjuk, ide is van írva, hogy az extrém félelem azt jelenti, hogy a befektetők nagyon-nagyon aggódnak, és egyébként ugye ez egy jó vásárlási lehetőség lehet, ugye ez nem pénzügyi tanácsadás, nem befektetési tanácsadás, hanem ez edukálás, oktatás, hogy te minél inkább képbegyél ebben a fantasztikus iparággal, és annak megfelelően hozd meg felelős döntésedet, hogy mit teszel. Na, kezdjük a hírekkel, az első technikai elemzést, amit még reggel megnyitottam, vagy kora délután, az már nem érvényes, de azért belenézünk, hogy mit mondtak reggel. Ugye azt mondták, hogy Franco megtartotta múlt héten a 32.250, ugye leküzdte a 33.500 és a 34.000-es ellenállást, ugye 34.000-nél volt a 100 órás egyszerű mozgó átlag, és ugye innen azt valószínűsítették, hogy el fogunk 33.000-ről fölfele pattanni, ugye látjuk itt, be vannak húzva ettől a mélyponttól addig a csúcspontig ugye a Fibonacci szintek is, és ugye az megad ugye különböző aranymetszési pontokat. Valójában ugye lejjebb lőttünk most, ha jól láttam, 32.500-ig is lejöttünk, de meg fogjuk nézni a végén. Úgyhogy egyelőre egy érdekes háromszögben formálódóban, amit itt nem mutatnak, illetve ez a háromszögnek az alsó szára, hogyha ezt így megnézzük. Ami támasz szintként szerepel, 34.000 és 33.005, ezek jelenleg úgymond elvesztek, a 33.005 is elveszett, ugye benéztünk most 33.000 alá, kb. 32.005-ön lehetünk, remélem előbb is ezt mondtam. Felfelé ellenállások a 34-35.000, és ugye 36.000, egy picit máshol látom az ellenállásokat, mint amit itt írnak, de ezektől még messze vagyunk, és azon, hogy a 34.000-35.000 kicsit komolyabb próba lesz, hogy bevegye a bitcoin. Meglátjuk.
Ugye az a címe a mai reportnak, illetve ugye bejelentkezésnek, hogy csökken a volatilitás, és ugye vihar előtti csend van. Erről szerintem fog egy-két hír szólni, illetve a végén a csárton, amikor nézzük, akkor mondok róla pár szót. A Bitcoin készen áll egy nagy mozgásra, ezt mondja az on-chain elemző William Clementi. Ez egyébként ez egy nagyon fiatal srác, szerintem még nincs 20 éves, egy amerikai srác, de teljesen ez a blokkláncon történő tranzakciókat elemzi, és éppen az Anthony Pompliano-nak volt egy, ugye rendszeresen van vele interjúja, ahol ugye ezt elemezgetik, illetve most volt egy interjú, ugye a Willibu, a másik blockchain, on-chain elemző, és ugye ez a Will Clementi, mind a ketten ott voltak, úgyhogy nagyon izgalmas volt. Ez a Bitcoin Volatilitás Index, és ugye ez azt jelzi, hogy egy nagy mozgás fog jönni. Ugye a volatilitás minél magasabb, az azt jelenti, hogy annál jobban kileng a Bitcoin árfolyama. Egyébként a hétvégi jóforma egy 700 dolláros ilyen, hogy mondjam, range-be kereskedték a Bitcoin, nem is lépett ki belőle, szóval annyira lecsökkent a volatilitás. Az oké, hogy most esünk, viszont a volatilitás ténylegesen az elmúlt napokban jelentősen lecsökkent, és ugye ez mindig egy nap felfele, akár lefele, hogy az megemeli a volatilitást, és ugye ezt is lehet technikai alapon nézni, hogy egy csatornában mozog a volatilitás index, és jelenleg ugye a csatorna aljáról itt dupla aljat végezve, egyébként nagyon hasonló formációt írt le eddig, mint mondjuk itt a korábbi, akár ilyen dupla V-s alakzatnak mondható. Ugye egy masszív mozgás fog jönni, és ugye ez az egész volatilitás, ugye azóta, mióta 65 ezeret átléptük, ugye azóta jelentősen lecsökkent. Az on-chain, azaz a blockchain történet és adatai azt mutatják, hogy egy komoly erő akkumulációban van részünk, és ugye felfele vár ebből mozgást a William. Ugye itt írnak ezek itt vannak ezek a squeeze-ek, hogy amikor ennyire kisimul a volatilitás, itt látjuk, és úgy utána általában mindig jön egy nagyobb mozgás, itt fölfele jött, lefele jött, most azt várjuk, hogy fölfele fog menni, de értelemszerűen ezt senki nem tudja 100% pontossággal megmondani, mindig csak valószínűségekről beszélünk, és ugye akkor is előre nem lehet pontosan tudni, viszont ugye nagyjából lehet valószínűsíteni akár a különböző technikai paraméterekből. Oké. Viszont ugye a bálnák akkumulálnak, további 17 bálna vásárolt, és 65.429 bitcoinra növelték meg, amiük van. Szóval ebben szépen a bálnák vásárolnak. Növekszik a userek száma, és ugye ami mindig ugye lejelzi azt, hogy a bika piac csúcsa hátra van, mert ugye a user szám, magán user szám növekedés. És ugye most nem láttunk egy eufórikus növekedést a user számba, ugye fekete a bitcoin ára, a kék a user szám, ez bitcoin felhasználó száma, nettó növekedés, gondolom ez nem tudom milyen adat lehet, 15 growth, gondolom napi adat, vagy nem derül ki belőle, de valószínű az. Ugye ami lényeges, hogy látjuk, hogy ahogy megugrik, akkor úgy utána megugrik az ár is. Megugrik az ár is, szóval majdhogy nem teljesen párhuzamosan követi, illetve egy minimális késéssel követi a csökkenést is, ugye követi, hogy akkor az emberek elfordulnak tőle, esésben elmenekülnek. És ugye most egy nagyon érdekes, mert a kettő elvált egymástól, a bitcoin el lefele, a felhasználók számú fölfele ment. Ugye látjuk, hogy ez mind eseket és medvepiacokat hoztak ezek a csúcsok. Most ilyen jellegű csúcsot nem láttunk, nem volt ilyen óriási fölhúzás, amiket itt láttunk. Szép folyamatos emelkedés láttunk. Viszont jelenleg elvált a bitcoin ártól, és ugye azt mondják itt, hogy akkor ez még az árnál hozhat egy frankó emelkedést.
Nézzük a következőt, az is szerintem ebben a témában lesz. Ugye április óta akkor belépünk az első ilyen nagyon elaposodó, lecsökkenő volatilitásba, ami ugye egy nagy mozgásnak az előrejelzője. Ugye van egy magyar mondás, hogy csend, illetve hogy angol is, hogy calm before the storm, ugye ez volt az angol videónak a címe. Látom, hogy itt vagytok, Frankon 15-ök, hogy itt vagytok élőben. Kérdésem azt, hogy feltétlenül nyomjatok egy lájkot, és írjatok valamit a csetbe. Virgoldino már írt, hogy üdv, sziasztok, örülök, hogyha írtok, mert hogy annál inkább fölkapja a YouTube algoritmus, és megmutatja másoknak, akiknek hasznos a téma. Be fogunk lépni egy komolyabb volatilitásba, ahogy ugye bekövetkezik a csendből, átmegyünk majd a viharba. Ugye megtört a Bitcoin a lefele tartó trendet, hát ugye ezt még annyira nem mondanám, de lehet rajta vitatkozni, és ugye a kriptó ár, a kriptó rally ezen a héten, most ez mikor ez a cikk, ugye ez mai cikk, szóval akkor ezen a héten már kriptó rallyt várhatunk, és ugyanezt osztja meg, amit ugye láthatunk, entering. Igen, ugye az első ilyen volatilitási, amikor ez a volatilitás ennyire lecsökken, ugye látjuk, hogy ennyire oldalazik az ár, ugye ez áprilisban volt utoljára, utána jöttek az esések, és ugye most már hosszabb ideig ilyen oldalazásban vagyunk, ugye ez jelenti ezt. Oké, a The Martini Guy azt mondja, hogy megtörtük a lefele tartó trendet, long-term downtrend, ebben még nem vagyok biztos, úgyhogy meglátjuk. A RAN, ugye CryptoRAN, CNBC, hogy azt mondja, hogy a hash rate visszaállt, és akkor a Bitcoin árak is követnie kell. Most itt azért óriási zuhan, mint tudjuk, viszont ugye ez mindig egészségesi balanszolja magát, hogy így van összerakva a Bitcoin ökonómiája, úgyhogy a bányászoknak is meg fog élni bányászni. Egy komoly Bitcoin felhalmozás zajlik, és ugye ez nem engedte a Bitcoin $10,000 alá essem, ugye erről szól a következő hírünk, és ugye ebben a lejtmenetben akkumulálnak, hát itt elég ilyen morbid ábrát nézzük, ahol ki van szögezve, meg is tudom, feszítve a Bitcoin. Ugye a Glassnode-nak az elemzéseit látjuk itt, és ugye ez, amit mutat. Ugye van ez a mutató, ami ugye azt mutatja, hogy akkumuláció zajlik, ugye felhalmozás zajlik, itt meg disztribúció zajlik, és látjuk a Bitcoin árat. Ugye ami ebben a mutatóban megtalálható, az az összes coin, ami ugye le lett rombolva, illetve az összes coin, ami meg lett kreálva. Úgyhogy ezt pontosan nem értem, megmondom nektek, hogy mit akar ez a destroyed, lerombolt coin jelenteni. Ez eléggé furcsa. Viszont ugye azt jelenti, hogy lehet, hogy mondjuk a coinokat értik alattam, a creative meg ugye, ami ki lett bányászva. És ugye ez valójában azt jelenti, hogy mennyire élik a piac. Ugye itt kevésbé élünk, látjuk, hogy ugye itt van ez az unalmas oldalazás is, ugye több héten, hónapon át, és ugye ebben mind akkumuláció volt. És utána a disztribúció akkor van, amikor elkezdik eladni. És ugye azért nevezték ezt a Wyckoff disztribúciónak, mert amit itt megvettek, azt itt eladták, és ugye erre az a Wyckoff minta rendkívüli jó módon passzolt. És ugye most újra ebbe az akkumulációs fázisban vagyunk, persze lehet, hogy ez hosszabb lesz, lehet, hogy hamarosan vége, de jelenleg ebben vagyunk, ugye ez mind az alacsony volatilitás, mind az on-chain adatok ezt mutatják. És ugye maga ez az élénkségi mutató is azt jelenti, hogy akkumuláció van folyamban. Ugye látjuk a különböző exchange-eken kereskedési volumeneket, látjuk, hogy most lecsökkent, és ugye azt is látjuk, hogy főleg így mondjuk a december hónap az milyen erős szokott lenni, január hónap is erős szokott lenni, ugye nyári hónapok viszont gyengébbek
szoktak lenni, meg ugye amikor ez a érdektelenség van, mint például most, hogy ugye látjuk, hogy itt a csárton nem mindent, nincs egy ilyen fölfelemenő trend, amitől az emberek befomóznak, tök unalmas nem tudni az irány, mindenki csak találgat, kicsinálja a kereskedőket, mert sem long, sem short nem nagyon megy, nincs megfelelő irány, a minták sem mindig úgy működnek jelenleg, mint ahogy szoktak, amikor trend van, és ugye sok befektető kedvét veszti, feladja, nem csinálja, eladja, és ugye akkor utána szokott megindulni, viszont ebben az időszakban, ami ez a úgynevezett kicsinálós időszak, hogy így mondjam, ilyenkor ugye a nagyok viszont felhamoznak. Oké, ugye hosszú távú befektetők felhamoznak, és ugye megvárják a játék végét, ami ugye megtörténik, hogy az ár elkezd felfelé indulni, és ugye akkor itt látjuk azt, hogy a akkumulációnak megvolt az alja, és ugye ez azt jelenti, hogy a gyenge kezektől az erős kezekig megy. Ugye a gyenge kezek, akik nem bírják ezt idegekkel, eladják, mert ugye valahol megvették itt, és ugye már hónapok óta így elteltek hónapok, mínuszban vannak, semmi reményük, hogy ez fölfele menjen, és szépen eladják, és ugye ha ezt megnézzük, kicsit halvány, de egyébként nagyon jó ábra, akkor látjuk, hogy ez történt a tavaly márciusi koronadumpban is, és ez történt most is. És ugye ez a mutató mutatja azt, hogy ugye itt megtörténik a nagy esés, és a gyenge kezektől átárul a Bitcoin az erős kezekbe. Ez a Willy Wooton. Ugye Bitcoin megtartotta a 30 ezer dollárt, tudjuk, hogy a 30 ezer, 41 ezer dollár között mozgunk, hogy az 50 napos és a 200 napos ugye keresztezte egymást, és látjuk, hát egyelőre nem közeledtek, hogy így fogalmazzam. Ugye a pszichológiai határ való ez a 30 ezer dollárnál van, ugye ez eddig mindig megfogta, mindig megjelentek a vevők, persze lehet, hogy lenézett 28.800-ig, de valami ez a 30 ezer körüli szint, ez megfogta. Oké, szóval ez on-chain adatok alapján azt valószínűsítjük, hogy felhalmozás van, akkumuláció van, és igenis a komoly nagyjátékosok vásárolgatnak. Alátámasztja például a következő hírünk, ami arról szól, hogy egy izraeli befektetési alap több milliárd dollár értékben vásárol Bitcoint. Israel Investment Fund Group, így hívják a céget, bejelentette, hogy 2,3 milliárd dollárért vett Bitcoint. Szóval amíg ugye a gyenge kezek eladják, meg megijednek, addig ez az izraeli alap bevásárolt 2,3 milliárd dollárért, nem írja, hogy hol, mit jött, hogyan, egyébként csak úgy bejelentette, és valójában csak diversifikálja a portfólióját. Most gondolod, akkor mennyi pénze lehet, hogyha csak diversifikálja, és hirtelen ennyiért befektetett, és ugye maga a globális stratégiai befektetésükbe beleillik. Csak hogy emlékeztetésképp mondom, hogy a Tesla ugye 1,5 milliárd dollárért vett januárba Bitcoint, aminek ugye aztán elvileg eladta 10%-át, és ahhoz képest azon ez egy jóval magasabb összeg, 2,3 milliárd dollár. Emellett még ez a cég ugye főleg izraeli startupokban, korai cégekbe és technológiai eszközökbe szokott fektetni, és egy privát alap, ami ugye Izraelnek is a valamilyen szinten kezeli az alapjait, már pénzeit. Oké, és ugye itt megemlítik azt a hírt, hogy jönni fog a digitális shekel, az ugye a digitális izraeli nemzeti pénz, egyébként ezt az Ethereum blockchain-en tesztelik, úgyhogy érdemes erről tudnod, hogy az Ethereum használják. És ugye Izrael szeretne ennek a technológiai boomnak így az élére állni, úgyhogy ez az, ami teljesen jó sztori. Oké. Okay.
Nézzük a következő hírünket. Ez egy érdekes hír, nagyon kontroverz. A Guggenheim, ugye ez egy óriási nagy befektetési alap, Scott Manyert, a vezetők, vagy a pénzügyi vezetőjük, és ugye azt mondja, hogy a bitcoin 10.000 dollárig esett. Szerinte 10.000 dollárig esett. Akkor ugye itt írnak arról, hogy az úri ember korábban volt a CNN-en, 600.000 dolláros bitcoin ár előrejelzést mondott, illetve decemberben azt mondták a Bloombergnek, hogy ők úgy látják, hogy 400.000 dollár is lesz. Szóval valójában volt egy 400-600.000 dolláros előrejelzés, amit a Bloombergnek, CNN-nek mondott, szóval nem a helyi tévének, hanem komolyabb média csatornáknak. És most ugye egy pár napja nekiállt ijeszgetni a népet, hogy további esést látnak, és azt mondják, hogy 10.000 és 15.000 közé megy be szerintük a bitcoin. Úgyhogy még nem rohannék bitcoint venni, még nem látok erre semmilyen okot. Ha spekulálni akarsz, akkor valószínűleg ez lejjebb fog menni. Szóval igazából ugye ezen érdemes elgondolkozni, hogy ki mit mond, miért mondja, stb. Egyébként meg azt mondja, hogy a kripto folytatni fogja a volatilitását, és ugye ez a jövőnek egy ilyen paradigma váltása. Úgyhogy értem szerint most ránézünk egy picit a chartra, mondjuk a kapásban menjünk át ide a szivárványos chartra. Ugye amikor december, januárban mondta ezeket a 400-600.000 dolláros erőjelzéseket, akkor ugye itt volt a bitcoin ár. Jó volt befomoztatni a népet, mert lehet, hogy ők itt bevásároltak mondjuk a 10.000 dolláros szinten, és ugye jó volt a népet itt befomoztatni és eladni nekik 5-6-szoros hozzámmal azt a bitcoint, amit vettek. És ugye most lehet, hogy megint szeretnének venni, és hogyha megvan az erejük, hogy ezekkel a FUD, azaz félelem, bizonytalanság és kételj, ugye angol rövidítésekből, vagy angol szavakból ugye ez lefordítva, hogyha sikerül beparáztatni az embereket, akkor értelemszerűen a gyengek ezek el fogják adni a bitcoint akár 25.000 dolláron is, vagy lehet, hogy 20.000 dollárra is lemegy, és ők majd szép vígan megveszik, illetve az ő befektetőik, meg az ő körük, hogy így mondjam. Nekem erről ennyi az véleményem, persze elmondhatod, hogy ez teljesen megalapozott, amit mond, nem tudom, hogy mi alapján mondja a 10 meg 15.000-et, csak mivel ugye mondja, és egy milliárd dollárokat kezelő alap, akit figyelnek a sokkal kisebb befektetési alapok, az összes többi, ezért ugye ugranak rá, és mindenki nézi a Twitteren, stb. Ugye úgy van, hogy sok kis befektető azt nézi, hogy mit csinál a nagyok, de pont nem ezt kéne nézni, mert a nagyok általában nem azt csinálják, amit mondanak. Szóval szeretnék nézni ezek a kis befektetők, hogy mit csinálnak a nagyok, de azt nézik, hogy mit mondanak, nem azt, hogy mit csinálnak. Ezért azt nézd, hogy mit mondanak, oké, vondd a következtetés, szerinted ez igaz-e vagy nem, és nézd meg, hogy mit csinálnak. Hát valószínű, hogy vásárolnak. On-chain alapok azt mutatják, ugye erről beszéltem az előbb, az on-chain elemzés azt mutatja, hogy vásárolnak. Hát akkor vásárolnak. Akkor miért várják le 10.000-re, meg 15.000-re? Mert hát, még meg lehet valakit ijeszteni, aki eladja olcsóban, mint mondjuk 30.000. Na, jön a következő bepánikoltató témánk, a Grayscale, ugye 550 millió dollárnyi Grayscale bitcoin részvény fog lejárni. Erről most nagyon nem megyek bele, mert tegnap csináltam egy külön videót, és egyébként akkor azt meg is mutattam, hogy melyiket feltétlenül nézd meg. Ha már itt vagy viszont, akkor itt feltétlenül kérlek, hogy nyomd meg a like gombot, mert 11-en vagyunk, és csak 7-en nyomtunk like-ot, itt iratkozz fel, ugye piros, subscribe, és ugye a kommentben írjál valamit. Sziasztok! Szakadozik a hang, elnye-belnye. Miért szakadozik a hang akkor? Valami nem oké? Recseg a hang. Rossz a hang. Hát pedig a mikrofonom rendben van. Na, az a lényeg, remélem a hang megjavul. Az a lényeg, hogy itt van a tegnapi videó, a Grayscale lejárat fel vagy le, ezt feltétlenül nézzétek meg. Grayscale lejárat fel vagy le, ezt javaslom megnézni. Oké, akkor bezárjuk ezt, mert lehet, hogy pluszban ez volt az oka. És ugye, amit a Grayscale kapcsán fontos tudnod,
hogy ugye ezek a részvény, valójában a bitcoin becsomagolják egy részvénybe, és van, amikor prémium van rajt, ugye a részvény drágában kereskedik, mint a mögötte lévő bitcoin, amennyit ér, van, amikor meg diszkont, azaz kedvezmény van rajt, olcsóbban kereskedik. És a most lejáró részvényeket egyébként olcsóbban kereskedik, viszont amikor lejárnak, akkor a befektetők, amivel hedzselik a pozíciójukat, ugye bitcoin shorttal mennek, azt a short pozíciót le kell zárniuk, és bitcoin vásárlást eszközölnek. És ugye a Grayscale nem fog eladni részvényt, viszont ugye a maga pozíciók lezárása, akkor a short pozíció lezárása longot fog eredményezni, úgyhogy feltétlenül nézd meg a tegnapi videót, nagyon részletesen kifejtem értetően, úgyhogy frankó. Jönnek a hírek, ugye nem csak a svájci, német bankok, amerikai bankok érkeznek kriptóba, hanem Dél-Koreába is elindul az, hogy a bankok kriptó letétkezelési szolgáltatásokat nyújtanak, azaz kriptót venni, eladni, tárolni és tranzaktálni vele. Viszont ugye Koreában erre a szabályzás még kicsit gyengébb lábakon áll, úgyhogy ilyen cégeket hoznak létre, aki biztosítja ezt a letétkezelést, de valójában a bankok érkeznek és a bankok csinálják, és elkezdik kiszolgálni az ügyfeleiket. És ugye múlt héten például beszéltünk a Binance-ről, meg hogy a bankok betiltották, vagy nem engedik, hogy a Binance-re lehessen beutalni, meg stb. Vagy kiutalni. Ez ugye éppen attól van, hogy ugye ezek a banki szereplők is nagy valószínűséggel szeretnének bejönni a kriptóba, és ugye építik ki a szolgáltatásaikat, és persze addig, ha lehet, akkor letörik mondjuk a Binance szarvát. Oké, következő hírünk, remélem a hang rendbe jött. A főbb altcoin mutató azt mutatja, hogy az Xfinity-nél egy parabikus rallit valószínűsít, úgyhogy ugye láttuk egy óriási rallit az Xfinity-nél, ugye AXS, ugye ez a tokennek a jele, ugye a fehér a token ára, ez a zöld, amikor ugye mutatta, hogy mikor van az a hely, vagy mikor van az a pont, ami ezt a emelkedést eredményezheti. Ugye ez a Vortex, ez egy ilyen mutató, pontosan nem nagyon írja le, hogy miket néz. Úgyhogy azt nem tudom elmondani nektek, hogy miket néz, mert nem írják le. Viszont ugye ez bullish szignált adott az Xfinity-nek, ugye, ami egy NFT projekt, és ugye volt egy óriási rallia. És ugye itt vannak a további eszközök, amik ugye magas ez a Vortex szám, ugye Bitcoin-nal szemben. Ez ugye látjuk, hogy a Rune-nál talán a legmagasabb. 80 vagy magasabb. És látjuk, hogy amikor ez az index itt elérte a 80-at, ugye ez a Vortex index 80-at, akkor ugye utána jött a rally. Érdemes ezt megnézni, lehet, hogy ezt nyitva vagyom, és egy picit majd kutatok róla, hogy mit jelez, de értelemszerűen a jelenleg akkor a rune talán a legesélyesebb arra, hogy ugye ezen a Vortex, ugye ezt Vortexnek mondják angolul, hogy ez jelezzen a rune, ugye a rune a store chain, ha jól emlékszem, hogy jelezzen egy rallit. Na már itt vagyunk, akkor nézzünk rá a rune store chain-re. Oké. Rune store chain. Hát igen, elég ugye lement, de úgy látszik, itt megfogta már az alját, lejjebb nem esett, szóval ez a támasz, ez frankon működött. Úgyhogy ez a támasz, ez egy jó vételi pont lett, ez mondjuk az 5 és 6 közötti, 6 dollár közötti szint, persze ugye mindenképp stop loss mondjuk valahol 5 alatt. Oké. Szuper, ezt nyitva hagyom, és akkor erről majd még kutakodok. A következő hír. Az opciókereskedők 100 000 dolláros bitcoin árat várnak év végére, ugye 2021 végére.
és ugye erre mekkora az esély. És tudjuk azt, hogy ugye a sokszor az opciókereskedők ugye nyitnak olyan opciót, hogy eladási jogot biztosít, vételi jogot biztosít, például, hogyha tényleg 100 ezer dollár lesz évvégén a bitcoin, és hogyha valakinek van olyan opciója, hogy nem tudom, tud venni 60 ezer dollárért, akkor ugye kapásból 40 ezer dollárt keres, mert meg tudja venni ugye azon az áron, illetve megvan az, hogy ugye adott esetben el tud adni egy bizonyos áron, és ugye ebben a különböző elemzésekben, ahol ugye az opciók, a call és a put opciók nyitott pozícióit nézik, ugye itt azt valószínűsítik, hogy egy 100 ezer dolláros bitcoin ár fog jönni. Ugye ez szór 50 ezer és 200 ezer dollár között. Oké. Ugye itt látjuk, hogy durván 50 ezer és 200 ezer között. Itt már 100 ezer és 300 ezeret mondanak. Viszont ugye a 100 ezer dolláros bitcoin ár az ugye szerintük így mindenképpen benne van a pakliban. Oké, ennyit az opciókról. Akkor a következő Elon Musknak volt egy kis szösszenete, megint ahelyett, hogy a bitcoin és az egyéb vezető kriptovalutákat fényezné, valójában kritizálta őket, a skálázhatóságot és fölhozza a Dogecoint, ami szerint egy ilyen base layer, azaz egy ilyen köztes megoldásként funkcionál a blockchain, akár tudná segíteni a Bitcoin meg az Ethereumot. Én ezt nem látom, mert úgy teljesen más blockchainen futnak. És egyébként az, hogy egy picit megértsd, ugye a Bitcoin és az Ethereum egy nagyon decentralizált, rengeteg bányász, rengeteg felhasználó, nem uralja senki, nincs az, hogy csak egy user-e, és akkor mindent ő tud irányítani, vagy átveszi mondjuk a tokenek feletti 51% ellenőrzését, és akkor bármit tudna mókolni. Ezért viszont ugye nehezebben skálázódnak a tranzakciók rajta, és ugye más, mondjuk sokkal centralizáltabb blockchainek, akár itt mondhatnánk, nem tudom, a BNB-t, vagy a Binance Smart Chain-t, vagy ugye akár mást, meg például a Dogecoin, ugye itt könnyebben skálázhatnak, több tranzakciószám, olcsóbb, stb. Úgyhogy ezt boncolgatja itt. Én azt gondolom, hogy ugye lesz egy vitája, vagy egy vitája, reméljük nem vita lesz egy konferenciája Jack Dorsey-val. Én azt remélem attól a konferenciától, hogy az Elon Musk egy picit mélyebbre fog látni így a Bitcoin kapcsán, és az meghozza azt, hogy miért is, és hogyan tudja ő valójában segíteni. Egyébként a Dogecoinról annyit azért érdemes tudnod, hogy a teljes kínálatnak a nagy részét azt pár száz cím birtokolja, szóval valójában pár száz ember, és azon belül is van jó pár, ami nagyon nagy mennyiségeket. Ez lehet az Elon Musk, lehet a barátai, lehet az ő szűk köre, ki tudja, nem tudjuk ki, viszont azon, hogy nagyon-nagyon veszélyes, mert egyszer csak gondolnak, aztán rá tudják önteni a piacra. Oké, következő hírünk. A hölgy, egy szenátor, aki nem egy nagy kriptohívő, meg nem nagyon szereti az új technológiákat sem, felszólította az SEC-t, hogy az amerikai tőkepiaci felügyeletet, hogy azonnal álljanak neki, és egy kriptoszabályzást léptessenek érvénybe. Július 28-ai határidőt szabott, szóval szenátor nő határidőt is szabott. Érdekes, hát nem hiszem, hogy az SEC most erre fog ugrálni, főleg, hogy múltkor kifejtette, hogy idén nem is nagyon tervez ilyet. Meglátjuk, hogy erre a nyomásra most mit lép, vagy mit nem lép. Úgyhogy ami még fontos, hogy az elmúlt 5 hónapban 7000 amerikai 80 ezer dolláros kárt szenvedett különböző kriptoszkemekbe. De most tudjuk, hogy szkemek mindig is voltak, mindig is léteztek, a kripto előtt is voltak mindenféle piramisjátékos szkemek, meg hogy szuper trader vagyok, küld ide nem tudom az 1000 dollárodat, majd megkereskedem jól, és akkor majd nem tudom. Szóval mindenféle szkem létezik, kriptótól függetlenül.
Értelemszerűen a kriptóban viszont sokan nem megfelelően edukáltak, és bedőlnek ezeknek a szkemeknek, úgyhogy bármilyen videó alatt látsz, hogy giveaway, meg super trader, majd megmondja a WhatsAppon, meg a Telegramon, hogy mit kell csinálni, ezek mind csalások, ezekre mind figyelj meg, hát vannak másfajták is, és ugye leginkább ezért van bepöccelve a szenátor asszony, de nem tetszik neki a DeFi sem, meg nem tetszik semmi, szóval elég ilyen föltől ragadott, és a kis hagyományos dolgokban hisz, meglátjuk, hogy ez mire fog menni. Értem szerint az SEC mondjuk kijönne az ETF-fel, ami egyébként sokkal hasznosabb lenne, akár ugye szabályzás, és az, hogy akkor tudja egy befektető, hogy mondjuk a helyi brókerjétől vesz egy bitcoin ETF-et, akkor ugye nagy valószínűsége nem valami csalós dologba fog belelépni. Ez is ugyanarról szól. Igen, azonnal kezdje el szabályozni, stb. Stb. Ugye itt, hogy a pénzmosás, meg egyebek, de igazából nem is tudom, azt hol olvastam, vagy lehet, hogy azt nem nyitottam meg azt a cikket, akkor holnap elhozom, hogy valójában igazából a bankok a legnagyobb pénzmosók, volt egy dán bank, aki több mint 200 milliárd dollárt mosott tisztára, mondom olyan ügyfeleknek, akik nem megfelelően keresték meg azt a pénzt, úgyhogy az, ami a kriptóban, ez ugye még az egész market cap-ben is egy jelentős részlen, és tudjuk, hogy csak ilyen pár tized százalék vagy ezrelék az, ami egyébként a kriptóban erre használható, szóval jóval alacsonyabb szám. Következő hírünk, a Wells Fargo felfüggeszti az ügyfeleinek a különböző hitelkereteket. Ez úgy kell elképzelni, hogy egy olyan hitelkeret, mint ilyen személyi kölcsönszerű hitelkeret, egy ilyen rulírozó hitel, ez nagyon népszerű, ugye ebből finanszírozzák a lakásfelújításokat, a folyószámlahitel feltöltést, a hitelkártya feltöltést, vagy egy csomó dolgot finanszírozzák, viszont a Wells Fargo úgy néz ki, hogy valamivel félre csúszott, és felfüggeszti ezen hitelkereteket, és úgy utoljára erről ilyen akkor történt, amikor ugye a 2008-as válság volt, úgyhogy érdekes, ugye sokan azt mondják, hogy akkor itt a bankszektor kezd, nem tudom, rossz irányba menni. Most az, hogy egy szereplő nem prudensen működött, és ezért felfüggeszti, ez nem jelenti azt, hogy a többiek is, meglátjuk. Viszont ugye tudjuk, hogy a DeFi-ban ilyen nincs, hogyha mész, lekötöd, akkor működik minden, mert a smart kontraktok működnek, és nem attól függ, hogy valaki túlzottan kockázatot vállal, vagy nem. Következő hírünk, hogy a Circle stablecoin cég tőzsdére fog menni. Ugye a Circle az a USDC stablecoin mögött lévő cég, akinek egyébként az egyik befektetője a Goldman Sachs, ugye aki egy Amerika egyik legnagyobb befektetői bankja, szóval ő aki a Circle USDC mögött van, egyébként ugye a Coinbase is befektetője. New York-i értéktőzsdén fognak listázódni 4,5 milliárd dolláros piaci értékkel. Ugye itt van, igen. És ugye azt is tudjuk, hogy a USDC egyébként egyre népszerűbb. Egyrészt azért, mert rengeteg DeFi-ban kezdték el használni, másrészt azért, mert sokan rebesgetik azt ilyen pletyka szinten, hogy például lehet, hogy Amerika, hogyha tényleg ki akar jönni egy digitális dollárral, akkor a USDC egy tökéletes megoldás lehet neki, mert szabályozott, regulált, és akkor nem kéne a vadi új dolgot kifejleszteni, csak át kéne venni a USDC-t, aztán meg érdekes lesz ez a sztória a USDC-vel, szerintem érdemes figyelni, és ugye egyre komolyabban növekszik egyébként. Jön a hír Paraguayból, hogy ugye benyújtják a bitcoin törvénytervezetet, ami ugye több dolgot fog tartalmazni, valószínűleg azt, hogy a bitcoin legyen hivatalos fizetőeszköz, és azt, hogy a különböző bitcoinnal, kriptóval kapcsolatos üzleteket, cégeket, bányászokat, befektetőket vonzák az országba. Nagyon nem írnak, hogy pontosan mi lesz, de szeretnének, hogy egy hasonló kriptoközponttá válni, mint El Salvador. A
sőt, akár hogy föl is akarják őket szárnyalni, meglátjuk, hogy ez hogyan fog menni, viszont mindenképpen jó hír, hogy már nem csak egy, hanem több ország jön, aki kvázi teljesen a bitcoinra és a kriptóra alapítja így a gazdaságát, és akár így, mint hivatalos fizető eszköz is elfogadják. Jó, a jó-e most vásárolni? Ugye a bitcoin 59%-kal van ugye a stock-to-flow modell által jelzett árszint alatt, és hogy ez most jó vétele vagy nem. Ugye sokan mondják azt, hogy a stock-to-flow modell nem biztos, hogy működik. Most ez a puding próbálja az evés, látni fogjuk, hogy működik-e vagy nem. És ugye a stock-to-flow modell egy valójában ugye egy olyan modell, amit árupiacokban például aranynál alkalmaznak, ami ugye mutatja a terménynek az árát, illetve a termény árából és a termény által ugye maga, ami a termék eszköz ugye forgalomban került, például aranynál ki lett bányászva, ugye ez alapján számol. Úgyhogy a modell jelenleg azt mutatja, hogy fantasztikus vételi lehetőség van, ugye van ez a stock to flow deflection, hogy milyen messze van attól a szinttől, és ugye látszik, hogy amikor a csúcsokon voltunk, ugye akkor is ki ment, csak ugye fölfele az ár, látjuk, hogy ugye a csúcsokon ebbe a piros zónába mozdult el, most viszont ugye itt lefele mozdult el, és talán most van így lefele a legtávolabbi szinten, úgyhogy ez azt mutatja, ugye látjuk, hogy a 2018-as medvepiacban volt még ilyen alacsony szinten, meg még talán itt 2017-ben, viszont ez azt jelenti most, hogy jó vásárlási lehetőség van. Egyébként 82.700 dollárnál kellene, hogy legyen most a bitcoin, ehhez képest 33.850-nél, valami 59%-kal alacsonyabb. Decemberre a Plan B modell alapján előrejelzése 135.000 dolláros bitcoin árat jósol, és ugye így mennénk itt fölfele, ez ugye a középsávja lenne a bitcoin árfolyamnak, persze időnként felfelé is kitör, mint ugye itt néztük, hogy felfelé is kitört, itt is kitört felfele, látszik, hogy talán legmesszebb ekkor ment el, ugye látjuk, hogy ez a piros eltávolodás, ezt jelzi, hogy a legmesszebb a modell központjától, középpontjától akkor ment el. Itt is emlegetik ugye a Guggenheim-es 10.000 dolláros ár erőjelzést, ami ugye többnyire, tehát ilyen figyelmeztetés, de inkább én azt mondom, inkább ijesztgetésnek gondolom. Oké, TikTok, nem vagyok még TikTok felhasználó, de tudjuk azt, hogy a kripto nagyon terjed a TikTokon, főleg ugye fiatalok, és főleg a meme coinok, ugye vicces coinok, Dogecoin, meg társai, SafeMoon, meg nem tudom, egyéb ilyen csodák. És a TikTok betiltotta azt, hogy a fizetett promóciók menjenek, és a kripto influencerek ilyen fizetett promóciókat végezzenek, ugye ezzel akarják itt ennek így elejét venni, és ugye tudjuk, hogy a TikTok valójában leginkább egy kínai sztori, és Kínában használják, és ugye tudjuk azt, hogy Kínában tiltják jelenleg a bitcoin bányászatot, a bitcoin kereskedést, és azt gondolom, hogy ezért is van ez, mert nem akarják nagyon engedni, hogy akkor a TikTok generáció itt hip-hop kriptóban otthon legyen, és kriptokat vegyen, de ugye ez már odafajult, hogy ilyen fiatalok, akár gyerekek vettek mindenféle coinokat, meg pumpálták, meg egymást hűítették, ami ugye a végén általában, amikor csak így pumpálják, mindig valaki megszívja, mert például a végén jött, és ő az utolsó, vagy a vége fele jött, akkor általában ők megszívják. Viszont a TikTokon maradhatnak, akik rendes kontentet, tartalmat gyártanak, és nem ilyen fizetett promóciókat, de azon se csodálkoznék, ha teljesen betiltanák ezt. Itt vannak mindenféle ilyen vicces videók, látod, ilyen fél mesztelen hölgyek is promotálnak valamit, úgyhogy érdemes ellátogatni a TikTokra. Oké. Okay.
A Bullish nevű kriptovaluta tőzsde, ugye ugyanúgy listázva lesz. Erről már múlt héten volt egy hír, csak találtam egy ilyen nagyon szép, itt a New York-i értéktőzsde épülete, nagyon szép, ugye már szerepelt egy másik képen is, úgyhogy gyönyörű szép görög korintoszi oszlop, majdnem, mint ha Akropolis látnád. Ugye maga ez a tőzsde, ez azt mondják, hogy az egyik legforradalmibb, regulált, azaz szabályozott kriptotőzsde lesz, ami nagyon nagy likviditást fog kínálni, széles likviditást a befektetőknek, és ugye különböző pénzcsinálási lehetőségeket, ugye különböző, mondom azt, hogy le lehet kötni, crypto saving, lending, farming, meg ilyen jellegű dolgok lesznek rajt. Ne felejtsük el, hogy ebbe a bullish tőzsdébe a PayPal, hozzáálló emberek, meg talán a Mike Novogratz, Galaxy Digital is befektettek, 10 milliárd dollárt fektettek be ebbe a tőzsdébe, és ugye ez az EOS blockchain-en megy, ugye az EOS ezért ugrott meg is ment szépen hétvégén, és ugye idén kívánják elindítani a maga a bullish tőzsdét, úgyhogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy mi lesz vele, tud-e konkurenciát jelenteni PancakeSwap-nak, Uniswap-nak, esetleg Binance-nek, vagy nem, meglátjuk. Ugye az EOS, ne felejtsük el, hogy 4 milliárd dollárt szedtek össze, amikor 2017-ben volt az ICO-juk, és eddig fejleszgettek ezt a Voice nevű közösségi médiát. Ha ügyesek voltak, akkor ennek a pénznek a nagy része megvan, és mind marketingre, mind egyébbe komoly hatást tudnak elérni. Azonban ugye a Block One, ugye a fejlesztő csapat, azért komoly fejlesztő csapat, szóval oda tudják tenni magukat. Szerintem, hogyha ez egy interoperability, azaz átjárható több blockchain, Ethereum, ADA, Binance Smart Chain, a Solana, DOT, mindenféle egyéb EOS blockchain átjárható lesz, az mindenképpen egy frankó dolog lenne, de erről még nem volt hír, hogy mennyire lesz ez átjárható. A következő hírünk, van egy ember, aki véletlenül kidobta még régen a hard drive-ját, ugye a Winchesterét, vagy nem tudom, hogy mondjuk magyarul, amin ugye 7500 darab bitcoint tárolt, és most jön egy új terve, hogy hogyan keresse meg ezt a hard drive-ot. Ugye tudjuk azt, hogy a korai időkben valaki bányászott bitcoint, vagy kapott bitcoint, vagy vett bitcoint, ugye fillérekért lehetett venni, centekért, vagy éppen bányászta, és csak úgy kapta. A bányászatban ugye sokkal-sokkal magasabb összegeket lehetett akkor még bányászni, akár egy szimpla asztali géppel is. 7500 darab bitcoin, ugye megmondom neked, hogy ez mennyi dollárban. Azt gondolom, hogy dobunk egy hátast, de lehet, hogy hasast, mondjuk 34 ezer dollár a bitcoin. Ez 255 millió dollár, forintban is megmondjam, forintban 76,5 milliárd forint. Ez nem kevés, annyi, hogy most szerzett egy szponzort, egy hedge fundot, és valójában egy szeméttelepen, ahol ugye valójában elvitték ezt a kompjútert, meg a hard drive-ot, ott neki fogunk állni mindenféle ilyen fémkereső detektor, ilyen mesterséges intelligencia kereső detektor, mindenféle X ilyen lézer, meg nem is tudom mik ezek, lézerekkel, és mindenféle ilyen mesterséges intelligencia szkenelőkkel fogják keresni. Szóval föltúrnak 300 kötőjel 400 ezer tonna szemetet, hogy keresgéljék ezt a hard drive-ot. Hát, hogyha meg lesz a 7500 bitcoin, nem tudom, mennyibe kerül ez a szemétfölszúrás, talán itt 76 millió forintot kínáltak neki, hogy meglegyen a 246. Hát meglátjuk, ez nagyon érdekes lesz, kíváncsiak, mi lesz belőle. De nem csodálkoznék, hogyha több ilyen projektnek, hogy mindenkinek eszébe jut, hogy hát pár ezer bitcoinomat, nem tudom, a gépen egyebek. Egyébként azt gondolom, hogy szokott lenni ez a garázs varázs,
garázs, vagy nem is tudom mi, amikor ilyen garázsokat árvereznek Amerikába, lehet, hogy garázsokat is érdemes venni, mert találsz meg egy számítógépet, ami van egy csomó bitcoin, nem tudom, hogy ilyet találtak-e, majd rágooglizok. Minden esetre ez egy, hát nem vicces sztori, szomorú, de hát oké. Okay. Következő hírünk, az Apple társalapító Steve Wozniak azt mondja, hogy a bitcoin egy matematikai csoda, és hogy mennyire tetszik neki. Azt mondja, hogy nem fektettem be, de egy matematikai csoda. Most gondolod, hogyha te valamit egy ennyire csodának tartasz, akkor nem fektetsz be. Szóval érdekes. Biztos, hogy befektetted, de hát azt mondja, hogy nem. Olyan, mint az internet, amikor még teljesen újkorában volt, le vagyok nyűgözve a technológiától, ami ugye mögött áll, ugye blockchain technológiától. És ugye ne felejtsük el, hogy tényleg ugye az Apple az internetnek az egyik terméke. Ugye már bitcoinnal volt tapasztalatom, amikor ugye fölött, és ugye akkor nem akartam azt nézni, hogy ez mit csinál. Uh-huh. Nézni a számokat. Kicsit érdekesen áll hozzá. Oké. Okay. Egyébként tegnap megjelent egy hír, hogy az Apple 2,5 milliárd dollár fektetett bitcoinba, de ugye ez egy ilyen pletyka volt, nem lett megerősítve. Ugye most, mivel minden cég közli a Q2-es, azaz a második negyedéves mérleg adatait, ezért ugye a tőzsdei cégeknek bele is kell írniuk, hogyha bitcoint vettek, hogy mi van a mérlegükben. És sokan arra spekulálnak, hogy ezek a nagy cégek, kis cégek, nagy cégek egyre többen vesznek bitcoin, és ugye erre spekuláltak itt. Utána aztán nem jött hír, hogy vettek-e, vagy nem, szerintem nem. De előbb, ami késik, nem múlik, úgyhogy azon Apple, Facebook, akár Google, stb. Jönni fognak. Főleg, hogyha mondjuk valaki elindít valamilyen szolgáltatás kriptoba, akkor nem hiszem azt, hogy nem vett egyébként kripto valutát, de örülünk, hogy Steve Wozniak oda van a bitcoinért. Ugye ez a tegnapi Grayscale lejáratokról szól, feltétlenül nézd meg a tegnapi videót, Grayscale részvények lejáratáról. Oké, nézzünk rá, hogy áll a bitcoin, csak picit izgulok, mert ugye nem láttam egy pár órája. Jelenleg, amit történik, nagyon nagy változás nem volt, 30 000-41 000 dollár között vagyunk, innen nem nagyon tágít. Az utóbbi időben beléptünk egy szimmetrikus háromszögbe, ami ugye lefele trendben, lefele tör az esetek 80%-ába. Jelenleg egyébként pont úgy néz ki, hogy ebből a háromszögből lefele ki akarunk menni. Amit itt megfigyeltem egyébként, amióta ebben a zónában vagyunk, hogy a különböző alakzatok, ugye most itt is be van rajzolva pár, másikon is be van rajzolva, nem mindig adja azt, ami a célár lenne. Egyébként ennek, hogyha ez lefele tör, akkor a célára kb. Ez a 66 500-nak kéne lennie, ha fölfele törne, akkor mondjuk 40 500 körül kellene lennie, de még egyszer mondom, azt figyeltem meg, hogy nem igazán érik el azok azt a célárat, amit az alakzatok adnak. Jelenleg ugye már a második 4 órás gyertya van kívül ebből a háromszögből, éppen jelenleg ott teszteli vissza. Megnézzük, értelemszerűen short pozíciót itt frankó lett volna nyitni 35-36 ezer környékén. Sokan készültek erre, tudom, mert akiket követtek, vagy benne vagyok a VIP csatornájukban, ők erre készültek, viszont nem történt meg, szóval nem ment fel addig az ár, nem tudtak shortot nyitni. Azt, hogy most innen ez folytatódik, ugye nehéz megmondani, minden esetre látjuk, volumen csökken, volumen, ugye ez most nem tudom melyik exchange, de a volumen csökken minden exchange-en, úgyhogy csökken a volatilitás, látjuk, hogy itt már alig mozog, tényleg egy nagyon szűk sávban mozog, úgyhogy egy vihar előtti csend jön, nincs egyáltalán trend, hogy most fölfele, lefele oldalazunk még. Ez az akkumuláció, ez az idegtépő oldalazgatás megy, és lehet, hogy még ez lesz egy-két hónapig, sokan azt mondják, hogy lehet, hogy szeptemberig, októberig ez lesz, és utána jöhet egy komoly rally. Értem szerint, ha ez lesz, akkor azért az altcoinok, mint múlt héten láttuk, úgy csak-csak
adják egymásnak a stafétát és elpampolódnak, meglátjuk. Jelenleg ugye, ha megnézzük a Bitcoin dominanciáját, akkor látjuk, hogy ugye a múlt héten elkezdett visszakorrigálni, amikor ugye volt egy kisebb esés múlt héten, akkor ugye a dominancia visszakorrigált, nem érte el ezt a lenti 44-es szintet, jelenleg ugye benne vagyunk itt is egy háromszögbe, ami kezd beszűkülni, és megyünk át a csúcsába. Felfele persze, hogy az 50 dolláros szint lehet az, hogy azt meglátogatja. Oké, nézzünk rá erre a shortra. Igen, hát a Bitfinexen növekszik a shortok aránya, úgyhogy akkor lehet, hogy lesz még egy kisebb kirázás, lehet lesz egy próba, hogy 30 000 dollár alá bemenjünk. Látjuk azt, hogy ugye ez megtörténtek a múltban, és ugye a shortokat fölnyomták, és kvázi kerestek is vele. A longok egyébként értelemszerűen elég magasan vannak, és elképesztő magasságban vannak, ezt nem is értem. Viszont ugye, ha már itt vagyunk, akkor mindjárt mutatok még valamit, mielőtt bezárjuk ugye a mai napot. Ezekhez plusz infóként. Ethereum egyelőre gyengélkedik, ő is kilépett azokból a csatornákból, amiben volt, és jelenleg jön csorog lefele. Most a 2000 dolláros szint így megtartott, a 2002-ig jött le. Azt gondolom egyébként, hogy az Ethereumnál ez a 2000 dolláros szint, meg akár alatta, ez mindenképpen hosszú távra kiváló vásárlási lehetőség. Így a napokban most picit elhaltak az Ethereum-mal kapcsolatos hírek, de tudjuk, hogy rengeteg fejlesztés fog jönni, és az Ethereum igenis egy nagyon-nagyon aktív, a legnagyobb network effekttel, network hatással bíró coin, ekoszisztéma, úgyhogy azt gondolom óriásit mehet. Sokan azt mondják, hogy 10-20 000 dollár is lehet idén. Meglátjuk, Bitcoin-nal szemben is korrigál, úgyhogy szerintem ez az Ethereum jelenleg jó vétel Bitcoin-nal szemben is, meg dollárral szemben is, légy többször ez nem pénzügyi tanácsadás. Járj utána, hogy te mit gondolsz arról. Ugye volt itt egy dupla aj, nem mentünk a felső trendvonalhoz, jelenleg lefelé tartunk, úgyhogy itt még érdemes nézni. Erre a szintre, a 0,6-os szintre szerintem lejöhetünk, itt jó eséllyel fordulhat az Ethereum ára. Oké, látjátok, többi altcoin nagyjából mind pirosban van. Amit szeretnék még mutatni, találsz a leírásban egy korion.io-s linket. Erre feltétlenül iratkozz fel, mert szoktunk tartani Zoom-on ilyen gratis webinárokat. Éppen ugye ma küldtem ki a múlt heti webinár felvételét és összefoglalóját e-mailen. Ugye ott beszéltünk Bitcoinról, aranyról, inflációról, miért a Bitcoin, stb. Telepítettünk Bitcoin pénztárcát, megmutattam, hogyan lehet vásárolni, és ezek mind ingyenesek. Ezek mind azért vannak, hogy akár kezdőként vagy haladóként, de főleg ugye a kezdők be tudjanak lépni a kriptoba, viszonylag egyszerűen, érthetően figyelve a biztonságra. Feltétlenül iratkozz fel, mert bármilyen témában tartunk előadást, zárt körül, mármint Zoom-on, nem YouTube-on, akkor te megkapod az értesítőt. Remélem a hang helyre állt, egyébként egy picit így a hangom is így nap végére már ugye elhasználódik a második live után. Ami fontos, a leírásban találsz egy másik kis csatornát, és a Crypto Minds Telegram csatornát, itt szoktunk beszélgetni, például itt megtalálod a tegnapi grészkéres videót is, és ugye itt latolgatjuk, hogy az Apple vett vagy nem vett, és feltétlenül érdemes, meg szoktunk osztani különböző videókat, itt a DeFi a kerben, ezt is érdemes megnézni, kék stakingről beszélgetünk, más stakingekről, elemzéseket osztanak meg a srácok. Megnézzük azt, hogy a stablecoin, bocsánat, nem a bitcoin arány és a hosszú távú befektetőknél tartott bitcoin arány, az hogyan működik, hogy amikor nagyon felmegy az ár, akkor ők inkább eladnak, amikor ugye leesik az ár, mint például most, akkor meg vesznek, fölhalmoznak, szóval nagyon érdemes ezeket megnézni. Illetve a Glassnode nál van jelenleg kettő érdekes, ezt akartam ugye mutatni, hogy magasak a long pozíciók arányai, viszont a long pozícióknál jelenleg negatív a funding rate. Ez azt jelenti, hogy ha long pozíciók van mondjuk egy
tőkeátviteles exchange-en, mint például a Bybiton, akkor ők fizetnek neked kamatot, hogy te kölcsön vettél tőlük pénzt, és akarsz kereskedni. Persze, hogy a piac olyan, hogy a longokkal nem igazán tudsz menni, és jó eséllyel kiütöttek stop-losszal, és veszteni lehet vele, de aki ügyes, az ugye tud azért ebben a beszűkülő alacsony volatilitásban is kereskedni óvatosan, akár kisebb tőkeátvitellel, de látjuk, hogy negatív, a tavaly márciusi koronadampot követően újra egy olyan időszakban, hogy negatív funding, azaz fizetnek neked, ha long pozíciót nyitsz. Egy másik chart, ugyanúgy a Glassnode on-chain a elemzéseket végez, és ugye itt van az egyenleg az exchange-eken, a szürke a bitcoinár, ez a sárga, meg a egyenlegek az exchange-eken, látjuk ugye, hogy megnőttek az egyenlegek, amikor volt a nagy májusi dump, mert sokan beküldtek bitcoint, hogy eladják, 2,6 millió bitcoin volt akkor ugye az exchange-eken az egyenleg, ez neki áll csökkenni, és jelenleg 2,56 millió bitcoin van az exchange-eken, 40 ezer darabbal csökkent. Oké, szóval, és mindig kevesebb a bitcoin van az exchange-eken, ugye annál kevesebb az eladói nyomás. Ennyit a Glassnode-ról. Oké, örülök, hogy itt voltál, kérlek nyomj egy lájkot, ezzel támogatod a csatornát, írj valamit a kommentbe, hogy érzed magad, bullish vagy, bearish vagy, hogy telik a nyarad, stb. Adj kérlek egy kis visszajelzést, iratkozz fel, hívd meg barátaidat, küldd meg nekik ezt a videót, és feltétlenül nézd meg a tegnapi Grayscale-es videót. Örülök, hogy itt voltál, holnap találkozunk, nagy mozgásra fölkészülni, nézzük meg, hogy mi lesz a trend, és akkor sokkal jobban látni fogjuk, hogy merre tovább.